A 147 éves intézményben az elmúlt 11 esztendőben nem volt könyvtár. A diákok a korányi gimnáziumba mentek át, ha szükségük volt könyvekre. A fenntartó Mátészalkai Szakképzési Centrum anyagi támogatásával a Budaiban 18 millió forintból kialakítottak egy könyvtárszobát és olvasótermet, valamint két tanterem is megújult a beruházása részeként. Mivel iskolánk a megye legrégebbi állami intézménye, úgy gondoltuk, hogy illő egy ilyen nagy múlttal rendelkező intézménynek, hogy könyvtára legyen, és ezzel a centrum segítségével és anyagi támogatásával, a régi konyha működött itt régen, konyharészt alakította át egy ilyen szép nagy könyvtárteremé, illetve két szükségtantermünk volt, elég áldatlan állapotok uralkodtak, és most azt is modernizáltuk, új burkolatot kapott, új falat és teljesen új berendezést. A budai diákok örülnek annak, hogy most már helyben vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Nagyon sok mindent segít, ugyanis ha bármit nem tudunk anyagból, vagy esetleg kell egy hely, ahol csendesen be tudunk ülni és tanulni, ez számukra egy tökéletes. Bemegyünk, tele van könyvekkel, kötelezőt kivesszük, bármikor le tudunk ülni tanulni. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, hogy a hasonló beruházások hozzásegítik a fiatalokat a versenyképes tudás megszerzéséhez. Szeretnénk olyan lehetőséget adni a fiataljainknak, ahol a tudást meg tudják szerezni. Szeretnénk olyan terepet biztosítani a megyében nekik, ahol dolgozni tudnak. És én úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat, akik itt tanulnak, lehetőséghez tudjuk juttatni. Akár munkahelyel, akár tanulással. A rendezvényen az is elhangzott, hogy az év végéig energetikai korszerűsítés keretében napelemek kerülnek az iskola épületére, januárban pedig elindul az iskolapad újra töltve program, amely 24 korábban lemorzsolódott diákot vezet vissza a tanulás világába.